2009-ben kezdte meg működését a szakói erőmű. Az elmúlt éveket gazdálkodási problémák, tulajdonosváltások és hosszabb-rövidebb ideig tartó termelésleállások jellemezték. Tavaly ősszel azonban újraindult a termelés Szakolyban. A működtető társaság veszteséges volt, annak részvényeit a Veolia ZRT vásárolta fel. Így vált tulajdonossá Szakolyban a cég, amely térségünkben már a nyíregyházi és a debreceni erőművet is működteti. A szakói erőműnél biomasszából állítanak elő villamos energiát, 55 munkavállaló dolgozik itt, mindannyiukat megtartja a Veolia. 2009. március 2-ától dolgozom az erőműben, kalorikus üzemvezetőként, gyakorlatilag a beosztásom azóta ugyanez. Hát az elmúlt 7 évben már a 5. tulajdonos váltást éltük meg. Hát amit szeretnénk elvárni, egy kiszámítható, megbízható jövőt, egy hátteret, egy stabil hátteret és egy nyugodt üzemeltetést. Ezek a felvételek a vezérlőteremben készültek, innen irányítják és felügyelik az erőmű működését. Többek között a turbinát és a kazánt is figyelik. Utóbbi egy 8 emeletes épületrészben található, a kazán megfelelő működését itt is szakemberek ellenőrzik, ez pedig már a biomassa alapanyaga, a fa aprólék lerakása. Az erőművet 2016. júliusában a elején vett át a Veolia. Hát a célunk nyilván az, hogy folyamatosan működtessük, ameddig csak tudjuk ezt az erőművet, tehát mindenképpen hosszú távúak a céljaink. Ehhez az is hozzá kell, hogy járuljon, hogy a helyi erdőművelőkkel, gazdálkodókkal szeretnénk jó kapcsolatot kialakítani, hiszen a tüzelőanyagot ők szállítják be ez az erőműhöz. A tüzelőanyagból feldolgozás után gyakorlatilag biomassa lesz, és ezzel a faaprítékkal tüzelünk a kazánban, így termelünk villamos energiát a turbináinkon, és ezt a zöld villamos energiát értékesítjük a rendszerirányító a Mavir felé. Az Európai Unió energiastratégiájában is szerepel, hogy növelni kell a zöld energiatermelést. Hazánkban az összvillamos energia mintegy 10%-a zöld, azonban ezt a számot emelni kell, a cél a 15% körüli arány. Ehhez járul hozzá a szakói erőmű is.